bírói gyakorlat abban, hogy amennyiben konkrét bűncselekmény elkövetésére utal a kifejezés, ugye jelen esetben itt a BTK 245 szakaszban foglalt környezetkárosításról beszélünk, ugye ez már túlmegy a szabad véleménynyilvánítás alkotmányi szabadságán, és ez nem kerülhet bele egyértelműen a véleménynyilvánítás szabadságában, még egy politikai szerepet vállaló személy esetében sem. Részletesen kifejtett ellenkérelmi fenntartóan. Változatlan tartalmat fenntartja, amire a tisztelt kollégáim hivatkozott, és ugye a BTK-nak a környezetkárosításnak a tényállását hívta fel, mint hogy azt a másodrendű alkotás megvalósította. Én ezzel kapcsolatban felkeresnek a figyelmét, pedig a BTK 268 bekezdésére szakaszában szabályozott, 268 szakasz 5. bekezdése pontosan. Én meg a gondatlan hamis vád tényállására hívom fel a felkeresnek a figyelmét. Tehát aki más hatóságait, a bíróságait hamisan, gondatlanul vádol bűncselekmény elkövetésével, az elkövető gondatlan hamis vád büntetét. Itt pedig a vagyunk nyilatkozataikat ez a észrevétel. A felkeres személyes megjelenési kötelezettségét idéztem. Nem idéztem. A 15-ös sorszámban. Tehát nem a mostaniban, a 15-ös sorszámban. Igen. Tehát a január 20-ai tárgyalás idézte a tisztelt felkeres személyes megjelenési kötelezettséggel. A január 20-ai tárgyaláson részben fogalmazósította a tisztelt bíróság a felkeres személyes meghallgatását, aki jelen volt személyesen. A további meghallgatására így a felkeres és lényegében az alkeresi kérdések felkerülésére nem volt mód és lehetőség. A felkeresi mulasztás okán, mivel a bíróság nagyon helyesen felhívta a felkeresi képviselőt, hogy amire kérdezni kívánok, az nincs a keresetre, és pontosítsa a keresetet. Tekőben merül föl a kereset pontosítása, ennek a felkeres határidőt elegettet, beterjesztettük a szalperesi ellentérelmet, értelemszerűen és a alapvető 28. cikkének a Róza, PP Rózadi szerint értelmezés alapján is, meg a személyes megjelenésre kötelezés intézés alapján is. Most a felkeres meghallgatásának a folytatása következik. Ennek azért van jelentős, hogy a tisztelt bírónő, mert hogyha átlépjük ezt az eljárási szabályt, és itt a felveres mulaszt, mert nem jelent meg, az azt is jelentheti a legújabbkori kúrgyógyakorlat alapján, hogy megfordul a bizonyítási teher. Megfordul a bizonyítási teher, mert elzár a bizonyítástól a felveres. Elzár a kérdésfeltevéstől. Nem tudunk kérdéseket intézni hozzá, nem tud válaszolni a kérdéseinkre, hanem a bíróság fogalmatosítaná a tisztelt alaperesnek a meghallgatását. Tehát én a megfelelítői tárgyalás elválasztását indítványozom, amennyiben ennek a tisztelt bíróság nem ad helyet, akkor ezen indokok alapján eljárási kifogást kell emelnem. Tiszteletet adok a